A vízvilágnapját ünneplik. Mivel készültek már? Először is köszöntök mindenkit, és hát tulajdonképpen egy összcsaládi, török-bálinti családi piknik van a vízvilágnapjának a keretén belül, hiszen most már azért nagyjából mindenki Török-Bálinton tudja, hogy itt a Géza fejedelem út mellett, Árpád utca mellett egy nagyon szép ilyen családi parkot egy kis tavacskával álmodtunk meg, és tulajdonképpen valósítottunk meg. Itt most a vízvilágnapja alkalmából egy olyan pályázatot is hirdettünk, ahol a gyerekek, óvodások különböző pályamunkáikkal valósították meg a tavat, az ő elképzeléseiket, és hát ennek a tulajdonképpen a megünneplése a víznek, mint éltetőelemnek, és hát nélkülözhetetlen éltetőelemnek a megünneplése zajlik, hogy lesz egy ilyen kis flashmob, amiben a gyerekek itt részt vesznek. 350-400 gyermek fogja körülállni a tavat, és lesz tulajdonképpen egy olyan lufi, egy környezetbarát lufi elengedése, amivel tulajdonképpen felhívjuk arra a figyelmet, hogy a vízre mindannyiunknak szüksége van, és nagyon vigyázzunk rá. Horgászként én ezt különösen szeretném, hogyha azok az élőlények, amik vízben, sósvízben, akár édesvízben élnek, azok megfelelő védelmet és odafigyelést kapjanak. Tehát elsősorban itt a környezettudatosság hangsúlyozása kapja a főszerepet. Így van. Azt gondolom, hogy talán abban is azért nagyot változott a világ, hogy most már próbálunk apró pici dolgokkal is odafigyelni arra, hogy a környezetünket vigyázzuk, védjük. Ebben még egyszer mondom, a víz különösen fontos, hiszen víz nélkül nincs élet. De alapvetően a környezetünk, amiben élünk, minden szempontból fontos, hogy megfelelő védelmet kapjon. Itt pont a tegnap előtti napon jó időben este felé 30-40 embert láttam sétálni, beszélgettek kutyával, gyerekekkel, elképesztő jó volt látni. És egy kicsit, én megmondom őszinte, kicsit mindig irigykedtem például egyik testvérvárosunkra, Szüsszenre, hogy a városon keresztül folyik egy gyönyörű kis patak, nagyon jó rendezvényeket tudnak tartani ott a patak mellett, a víz mellett. Hál' Istennek ez most már megvan nekünk is, hiszen egy gyönyörű parkot, egy olyan közparkot hoztunk létre, ahol mindenki a környező településekről is megtalálhatja a kicsi kikapcsolódását, pihenését, és hát várunk ide mindenkit szeretettel, nem csak a vízvilágnapja alkalmából, hanem egyáltalán látogassa meg ezt a kis oázist, ezt a kis paradicsomot, okay. És érezze jól magát Török-Bálinton. A víz mennyire éltető erőnk, és milyen felelősségünk van ahhoz, hogy ez az éltető erő minél tovább megmaradjon számunkra, tisztán, elérhető formában tudjuk élvezni és fogyasztani, amennyire szükséges, mert a víz nélkül nincs élet. Azt biztos tudják a gyerekek, hallottak már olyan állatról, ami már nincs közöttünk szerencsére, a dinoszauruszokról. Ki hallott róla? Úgy látom, mindenki, akárcsak az unokáim, nagy dinoszaurusz rajongók. És honnan fejlődtek ki? Hol volt az első életterük a dinoszauruszoknak, tudjátok? Na hol? A vízben. A víz az minden élet forrása, ahogy szokták mondani, ezért arra kérlek titeket, hogyha csúnya felnőtt bácsikat és néniket látjátok és tapasztaljátok, hogy szennyezik a vizet, vagy pocsékolják a vizet, akkor szóljatok rájuk. Udvariasan, hogy tessék néni, tessék bácsi, ezt ne tegye. Ti lesztek, akik tovább folytatjátok azt a megkezdett védekezést a vízért, az éltető előért, mert ha ilyen elszántak lesztek, a jövőben akkor a vízvilágnapja nem csak egy ünnep lesz, hanem a mindennapi tevékenységünket meghatározó emlékezőpont, és mindennapi tevékenységünket biztosító, lelki gazdagságot is biztosító nap lesz. A mai naphoz, a mai nap eseményeihez kívánok mindenkinek jó szórakozást, és a felnőtteknek meg annyit, hogy ezentúl figyeljünk a gyerekeinkre. Ma azért vagyunk itt, és hálás vagyok érte, hogy ilyen sokan, hogy a vízvilágnapjának alkalmával felhívjuk a figyelmet a környezettudatos életmódra, a mindenki számára elérhető tiszta víz fontosságára és az édesvíz készletek veszélyeztetettségére. Olyan evidenciák ezek, amelyekről sokat lehet beszélni, de mondani valónk hangsúlyos akkor lesz, ha kellő hangerővel mondjuk ki, a víz maga az élet, és hisszük, hogy összeköt minket, közösséget teremt. Kedves barátaim, a gyermek tiszta, értő és befogadó lélekkel rezdül meg minden körülöttünk zajló folyamatra. Megérti a kihívásokat, és maga módján megoldást is kínál rájuk, őszintén és számunkra is tanulsággal bírót. Egészen kivételes, hogy a meghirdetett rajzpályázatra mennyi szemedgyönyörködtető és kiváló, egyúttal elgondolkodtató pályamű érkezett. Majdnem 200.
Nekünk nincs más dolgunk, mint egy kiállítás keretein belül elétek tárni az alkotásokat. Nézzétek tiszta szívvel, csodálkozzatok nyitott lélekkel, mert gyermekeink végtelenül őszinték, és érdemes tőlük tanulni.